Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 3-án új hold van, azon kívül egy portálnap. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, arról beszámolok itt ebben a videóban. Új hold. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold találkozik. Egy jegyben vannak. És egy ilyen új hold napon a hold nem látható. Ennek az az oka, hogy a holdnak nincs saját fénye. A hold az a naptól kapja a fényt, és ezt sugározza számunkra. És ez változó attól függően, hogy a nap mennyire távol van a holdtól. És amikor a nap és a hold találkozik, akkor a nap nem tudja besugározni a holdat, így számunkra láthatatlan. És ez az energia, hogy ezen a napon legyünk mi is szimbolikusan láthatatlanok. Legyen meg a visszahúzódás, a meditáció, mindig attól függően, hogy melyik jegyben van az új hold, mert ezek a fontos témák. Az indiai asztrológia szerint az új hold az oroszlán jegyében van, és ilyenkor azon kellene töprengeni, hogy milyen legyen a fellépésünk, mit tudnánk annak érdekében változtatni, hogy meglegyen ez a magabiztonság, hogy mások észrevegyenek bennünket, vagy legyen meg ez az elképzelés, hogy az életünk felett mi uralkodunk, mi saját magunk uralkodunk. És ha így van, hogy mi uralkodunk, akkor mi vagyunk az uralkodó, vagy az uralkodó nő, a király, vagy a királynő. Akkor megvan ez a magabiztos fellépés. Sőt, én azt is mondanám, hogy legyen meg a saját szeretet, hogy meglegyen a béke saját magunkkal, hogy biztosak legyünk, legyen meg az önbizalmunk. Tehát egy új hold segít abban, hogy meditáljunk valami felett, és mivel az oroszlán jegyében van jelenleg, ez a fő téma. Ezen a napon van egy kellemetlen kapcsolat Mars bolygó és egy visszafele haladó Neptun bolygó között. Neptun bolygó az jelentheti a csalódásokat. Ha visszafele halad, itt a múltról van szó, tehát vannak ilyen emlékek. Lehet, hogy kivált nálunk ilyen gondolatokat. Én kezdenék valami újat, hiszen oda fektetem be az élet erőmet, ez a Mars energiája. De mi van akkor, ha nem sikerül? Akkor ez újra csalódásokhoz vezethet. Tehát megvannak ezek a félelmek. Mivel Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat, a férfias energiát, lehet, hogy náluk vannak ilyen félelmek, hogy újra csalódás éri őket, például a párkapcsolatban. Amit Neptun bolygó még jelenthet, nem mindenkinél, de előfordulhat, hogy vannak témák, alkohol, kábítószer, mivel itt Mars bolygó és Neptun bolygó között van ez a feszültség,
és ez kihat a múltra, és lehet, hogy vannak ilyen emlékek, vagy félelmek, mi van akkor, ha ez a téma újra visszatér, ez kellemetlen lehet. A szertartás, amit tartok, segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken általánosságban is. Ezen a napon, szeptember 3-án van egy portál nap is, ami azt jelenti, hogy kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása. Azon kívül kinyílik egy ajtó, egy kapu a spirituális területre. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van 20 hullám vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a 7. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portál nap, szeptember 3-a, az az első nap a második hullámban, ami 13 napig fog tartani. Ez az első nap jelent egy új kezdetet. Tehát most indíthatunk valamit, elkezdhetünk valamit. Az, hogy ebben a kettes hullámban van, az jelenti a kapcsolatokat vagy szerződéseket. Ez nem biztos, hogy a mai napon történnek meg ezek az események, de a következő 13 nap alatt indíthatunk valamit, lesznek kapcsolatok, lesznek bizonyos szerződések. A maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a napon X uralkodik, ami lefordítva jaguárt jelent, és ez az állat, jaguár, ez a majáknál egy nagyon befolyásos energia volt, hiszen ők úgy gondolták, hogy a jaguár az őrzi a régi titkokat, a bölcsességet, és hogy van gyógyító ereje. Nem csak jaguár uralkodik e felett a nap felett, hanem a mágikus, a varázsló is, hogy megvan a varázslatos kisugárzásunk, vagy ez erősíti a szertartást, jelenti a spirituális dolgokat, vagy segít abban, hogy egy elképzelés megvalósuljon. Összefoglalnám azt, hogy miről van szó, ezen a napon, ebben a szertartásban a spirituális terület, a gyógyító erő, egy új kezdet, szép kapcsolatok, előnyös szerződések, szertartás, azon kívül a régi tudás, a bölcsesség, ami segít abban is, hogy okos, bölcs döntéseket hozzunk, és hogy egy elképzelés megvalósuljon. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!